Jó így együtt lenni, jó érezni azt, hogy egy közösség, egy város fontosnak tartja, hogy megemlékezzen történelme fényes napjairól, megemlékezzen hőseiről. Hősökre minden közösségnek folyamatosan szüksége van. Kezdte ünnepi beszédét október 23-án dr. Csáky András polgármester. A hősök azok az emberek, akik tudatosan hoznak komoly áldozatot, vállalnak komoly kockázatot, hoznak fájdalmas döntéseket egy közösség céljai, eszményei, jövője érdekében. Antal József 1991. október 23-án az Operaházban tartott díszhangverseny ünnepi szónokaként így fogalmazott. 1956-ról szólni felelősség. Nagy felelősség, s ügyelni kell arra, hogy ne mondjunk közhelyeket, ne mondjunk olcsó politikai történelmi fordulatokat. Mert 1956 olyan szellemi, erkölcsi tőkéje ennek a nemzetnek, melynek be kell vonulnia évszázadokra a magyar történelmi mitológiába, ahonnan nehéz időkben erőt lehet meríteni. Ezért 1956-ra emlékezve arról kell mindig szólnunk, ami benne felemelő. Eddig az idézet. Számtalan felemelő pillanata volt a forradalomnak. A nemzet jóformán teljesen egybeforva lázadt fel a zsarnokság ellen, és békés úton szerette volna kikényszeríteni a változásokat. Amikor az orosz csapatok megtámadták, Dávidként mert Góliáttal szemben vállalkozni arra, hogy belső erejének tudatában megkísérelje levetni magáról a zsarnokságot. Felemelő volt, hogy a nyílt utcán ládákba gyűjtöttek pénzt a rászorulóknak, és azt senki nem bántotta. Felemelő volt, hogy nem ismervén a vércsoportok jelentőségét, egy vidéki településen kiforrázott hordóban gyűjtötték a vért a sebesültek részére. Bizonyára még számos példát lehetne felhozni. Biztos vagyok benne, hogy ezekben a napokban otthoni beszélgetések közben is elhangzanak ilyenek. Utalva Antal miniszterelnök úr gondolataira, mely szerint nehéz időkben erőt meríthetünk őseik szellemi erkölcsi tőkéjéből, elmondhatjuk, manapság is igen nagy szükségünk van rá. Az embernek az az érzése, mintha a történelem ismételni önmagát. 1849-ben a cári csapatok segítségével verték le szabadságharcunkat. 1956-ban, 66 éve orosz csapatok segítségével folytották vérbe a forradalmat, és most részben az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt kerülünk már-már kilátástalan helyzetbe. Tisztelt emlékezők! Úgy mondják, a történelemnek mindig van üzenete, bizonyára van, de csak annyi lehet, amennyit megértünk, vagy egyáltalán meg akarunk érteni belőle. 1956 megértése nyitott szemeket igényel. Napóleonnak tulajdonítják azt a mondást, mely szerint a történelmet mindig a győztesek írják. Ezt már számtalanszor megtapasztalhattuk, sőt, kiegészíthetjük annyival napjainkban, mintha a történelmet újraírnák. Ne hagyjuk. Hallgassuk meg az igazságot. Majd dr. Kis Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa tartott történelmi visszatekintést. Ma, ezen a napon 1956. október 23-ára, és az azt követő eseményekre emlékezünk, immár 23. éve szabadon. A forradalmat követő több mint 3 évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy teljesen felszabadultan lehessen felidézni azokat a napokat, amikor az előző években elnyomott és megalázott ország polgárai saját akaratukból egymás mellett szabadon meneteltek végig Magyarország különböző településeinek az utcáin. Ezekben a napokban valóban mindenki egyenlő volt, hiszen kortól, nemtől, társadalmi és politikai hovatartozástól függetlenül, egy törpe kisebbséget kivéve, a forradalmi eszmék járták át a teljes magyar társadalmat. A szabadság, egyenlőség és testvériség szent háromsága hatott át a teljes nemzetet. Itt kell megemlékeznünk Wittner Máriára, aki nem élhette meg a forradalom 66. évfordulóját, nemrég távozott el közülünk. Sajnos azok a forradalmárok, akik túlélték az 56-os eseményeket,
egyre kevesebben vannak. Ők tudják elmondani az elmondhatatlant, elmesélni az elmesélhetetlent, felfogni a felfoghatatlant, hiszen részesei voltak az eseményeknek. A mi feladatunk, hogy emléküket örökké megőrizzük, amit meg is fogunk tenni, hiszen 1956. október 23-ára mindig is emlékezni fogunk, hasonlóan 1848. március 15-éhez. Azt sem szabad elfelednünk, hogy akik itthon maradtak és túlélték a kádári megtorlást, a rendszerváltoztatásig nem lehettek teljes jogú állampolgárok, hiszen a hatalom mindvégig megkülönböztette, diszkriminálta őket. Miért? Egész egyszerűen azért, mivel fél tőlük, tartott egy újabb forradalom kitörésétől. Jól példázza ezt az a tény is, hogy Kádár János 1989-es utolsó beszédében is végig magáról a forradalomról beszélt. Olyan volt ez, mint Arany János Velszi Bárdok című balladájában Edvárd király, aki tette után látomásokkal küzdött. És mi történt 1956-ban Cegléden? E városban is az ország más településeihez hasonlóan már a forradalom kirobbanása előtt civil szervezetek, vitakörök alakultak. A debreceni első sortűz a fővárosban és más helyeken történt események híre október 24-ére jutott el Ceglédre is, ahol ezen a napon voltak az első nagyobb csoportosulások és tüntetések. 26-án már több nagyobb gyárban sztrájkok robbantak ki. A valós és nem korábban erőszakolt kommunista áll egyenlőség jegyében a diákok is csatlakoztak a megmozdulásokhoz. Írházi Sándor és Csendes István, a Kossuth gimnázium tanulói fogalmazták meg követeléseiket, amelyekben egyébként az 1955 óta teljesen törvénytelenül itt tartózkodó szovjet csapatok kivonását, a több pártrendszer visszaállítását követelték. Október 26-án a diákok tüntetést tartottak, az ekkor még magát nyeregben érző kommunista hatalom katonákat vezényelt ki éles lőszerrel, hogy feloszlassák a diákok rendezvényét. Végül a tanulók szedték le a honvédek sapkájáról a vörös csillagot. A korábban súlykolt kommunista propaganda ellenére tudták a katonák, hogy a haza oldalára kell állniuk. Mindezzel gyakorlatilag a haderő is csatlakozott a tüntetőkhöz, majd a laktanyába visszatérve leszették az épületről a vörös csillagot. A csillaghullás eközben a városban is tartott, a tüntetők, például Kubak Ferenc, Várbíró Jenőné, Bende Eszter, András Éva, Vasas János, Lugosi László, Balog Irér, Zsámberger Ferenc több épületről ugyancsak eltávolították a kommunizmus gyűlölt jelképét. Ezen a napon a szovjet tankok riasztólövéseket adtak le a diákokra. Október 27-én megalakult a Forradalmi Bizottság Jákó János vezetésével. Majd a következő proklamációt adták ki. Felhívás Cegléd város népéhez. Magyar testvéreim, felszólítalak benneteket, őrizzétek meg higgadtságotokat. Ügyeljetek arra, hogy a saját hazánkban vagyunk, tehát a rombolás és a pusztítás saját jövőnket nehezíti meg. A fegyelmezett magatartással végzett tüntetés méltóságteljes, hazafias magatartásotok megbecsülést és tekintét ad. A fegyelmezetlen pusztítással és rombolással csak saját nemzeti ügyünket olyan színben állítjuk be, mintha nem a nemzet, hanem éretlen, meggondolatlan és nem józan magyar emberek megnyilvánulása lenne. Majd a hadsereg támogatásával nemzetőrséget is szerveztek a ceglédiek, amelynek a helyi rendőrfőkapitányság épülete lett a központja, a nemzetőrség parancsnoka pedig Veres László. A Fiatalság Ifjúsági Bizottságot hozott létre. A forradalom győzelmének köszönhetően október 29-én a helyi MDP pártszerv és a diktatúrában az önkormányzatok helyett működő tanácsi apparátus vezetői beszüntették tevékenységüket. Október 30-án megalakult a Forradalmi Katonai Tanács, amely igyekezett a város védelmét és közbiztonságát megszervezni. November folyamán újjáalakultak a korábbi pártok. Mindeközben az akkor szomszédos Cegléd-Bercelen megpróbálták eltorlaszolni a vasúti átjárót, hogy a szovjet alakulatok mozgását akadályozzák.
Összességében véve november elejére sikerült a diktatúra gyűlölt vezetőit félreállítani, Szegléd városának a népe a saját maga kezébe vette sorsa irányítását. Mindenki azt hitte, hogy végre egy új, fejlődő korszak kezdete lehet ez az időpont. November 4-én azonban a szovjet különleges hadtest alakulatai megszállták többek között a magyar haderő ceglédi laktanyáját is. Ugyanezt tették a rendőrkapitányság épületével, ahol a nemzetőrök az egyenlőtlen harcot kerülendő megadták magukat. Ezt követően a szovjet helyőrség parancsnok Filátov ezredes mindenféle csoportosulást megtiltott, elrendelte a fegyverek beszolgáltatását. Bár a fegyveres ellenállást megtörték, a civil ellenállás még decemberig tartott. Többen követelték november 4-e után is a szövetkezetekből történő kilépésüket. A forradalmi események során többen életüket vesztették, Kis Ferenc, Ruzsinszki József, Békési István János, Kelemen Vilmos, Lőrinc Lúcia, Mészáros István, Pincés István, Török Sörményi János és Varga Sándor. Cegléd városa az idézett proklamáció szellemében méltóság teljesen vett részt a forradalomban, vérbosszúra, leszámolásra, esztelen rombolásra nem került sor. A diktatúra és a szovjet megszállás jelképeinek az eltávolítása a normális életre való vágyakozás szimbólumává vált. A forradalom a normalitás iránti vágyat is jelentette, hiszen az emberek a jogtalan elhurcolások, bebörtönzések ellen tiltakoztak, és jogtalanul elvett vagyonukat követelték vissza. Továbbá a szovjet csapatok kivonulását. És nem utolsó sorban szabadon szerették volna elmondani gondolataikat és véleményüket. Bár a magyarság és benne Cegléd városa a forradalom eltéprását követően nyilvánosan nem emlékezhetett a forradalomra, de maga az eszme, Ady Endre szavait idézve, mint maga hó alatt, tovább élt, de növekedésnek csak mintegy 30 esztendővel később indulhatott. A diktatúra ugyan 3 évtizedes, de nem örök győzelmet aratott. Ezzel ellentétben a legyőzött magyar nép győzött, és ma nem november 7-ére, ma október 23-ára emlékezünk, és fogunk is emlékezni. Az ünnepségen a ceglédi Kossuth Lajos gimnázium diákjai elevenítették fel az 1956-os események nem csak magasztos, de tragikus pillanatait is. Beolvassuk a budapesti lámpagyár ideiglenes munkástanácsának felhívását. A lámpagyárban megalapult az ideiglenes munkástanács. Első probléma a rend, a közbiztonság helyreállítása és a termelés megindítása. Az ideiglenes munkástanács leszögezi, hogy egyetért a minisztertanács programjával, melyet Nagy Imre elvtárs vasárnap ismertetett, és a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének határozatával. Felkérjük a minisztertanácsot, hogy a magyarországi eseményeket haladéktalanul terjessze az ENSZ biztonsági tanácsa elé. Kossuth fiai, Cegléd népe. 12 évig tartó rettegés és elnyomás után újra felébredt a magyar nép. Egész országunk egy megbolygatott mékashoz hasonló, egy jogaiért küzdő elfáradt emberáradat. Cegléd Dózsa és Kossuth városa. Mennyi dicsőség, mennyi szájról szájra szóló emlék fűződik ehhez. Dózsa György, Kossuth Lajos, akik népünk szabadságáért küzdöttek. Mennyi reménységgel tekintettek a város lakóira. Büszkén és jogosan gondoltunk mindig Cegléthez fűződő emlékeinkre. S mégis 12 éven át hallgatnunk kellett. Nem nyilváníthattuk szabadon és őszintén nemzeti érzésünket, mert a néptől idegen és néptől elszakadt. A Szovjetunió diktátorainak bedőlt, felelőtlen emberek irányították országunkat és népünk sorsát. De most már betelt a pohár. Szeged, majd Budapest ifjúságának kezdeményezése után megmozdult Cegléd tanuló ifjúsága és dolgozó népe. Tüntetéssel tett tanúbizonyságot amellett, hogy él még a magyar nép, van még magyar ember, aki hazája, szent ügye mellett síkra mer szállni és képes lesz követeléseit valóra váltani.
Október 26-án Cegléden is lehullottak a zsarnokság csillagai. És büszkén lobogtatja nemzetünk lobogóit az októberi szél. Végre ismét magyarok lehettünk, s mi felemelő érzés ezt tudni. Bár az idő őszre jár, mégis a magyar szabadság tavasza köszöntött ránk. Tisztelt hallgatóink, Nagy Imre beszél a Kossuth téren. Ismét hozzátok szólok, magyar testvéreim, meleg, forró szeretettel. Az a forradalmi harc, aminek ti hősei voltatok, győzött. Ezek a hősnapok hozták létre nemzeti kormányunkat, amely népünk függetlenségéért és szabadságáért fog harcolni. Nem tűrünk semmi beavatkozást a magyar belügyekbe. Az egyenjogúság, a nemzeti szuverenitás és a nemzeti egyenjogúság alapján állunk. Politikánkat szilárdan a nép akaratára építjük. Kedves barátaim! Szuverenitásunk és függetlenségünk első napjait éli. Rendkívül nagy akadályokat hárítottunk el az utunkból. Rákosi és Gerő bandáját kiűztük az országból. Bűneikért felelni fognak. Október 30-án Lengyelországban az Olsznyi Mezőgazdasági Főiskola és tanárképző hallgatóinak kezdeményezésére 14 órakor a magyar felkelőkkel szolidarizáló tüntetést szerveztek. A tüntetők, akiknek többségét a Mezőgazdasági Főiskola hallgatói alkották, 14 óra előtt indultak el az iskola területéről, s a város utcáin keresztül a Vörös Hadsereg térre vonultak, ahol a már előre elkészített zászlókat, illetve gyertyákat helyeztek el. A hallgatók egy csoportja egy már előzetesen elkészített magyar felkelők tere feliratú három táblát tett fel a Vörös Hadsereg tere tábla mellé. Kedves hallgatóink, ma szemelvényeket adunk a magyar események világvízhangjáról. Magyarország a világsajtó érdeklődésének központjában áll. A lapok és rádióállomások a világ minden táján ismertették az új magyar nemzeti kormány legfontosabb döntéseit. A londoni Daily Express kiemeli, a magyarországi kérdést Magyarországon döntik el. A bátorság és hősiesség elérhető közelségbe hozta a szabadságot. A New York Times vezércikkben megállapítja, Magyarország lovagias és bátor szabadságharcosai sokat nyertek országuknak, és a szabadság diadalában reménykedő minden embernek. Egy bátor nép új irányt szabott a történelem menetének. A New York Herald Tribune hangsúlyozza, hogy a magyarországi események után a mai világ többé nem azonos a tegnapival. A párizsi Orur vezércikben foglalkozik Nagy Imre azon bejelentésével, hogy felkéri a Szovjetuniót katonai visszavonására. A felkeléssel kapcsolatban a nyugati világ úgy szólván összes ismertebb szervezetei és államférfei megszólaltak. Állást foglalt az Európa Tanács, nyilatkoztak a NATO képviselői, a pápa enciklikát bocsájtott ki. Szó volt a magyar eseményekről az olasz és a francia parlamentben is. Elhagyták Magyarországot az első szovjet alakulatok. Nyíregyházi tudósítunk éjszakai telefonjelentése. Kedden, a késő esti órákban, Záhonycsap irányában országunk területéről kiléptek az első szovjet alakulatok. Megfigyelőink szerint 23 óráig egy hadosztály páncélos erői és egy gépesített gyalogos alakulat hagyta el az országot. A jelenleg még várakozó szovjet alakulatok nagyságára jellemző, hogy az országúton oszlopuk 15 km hosszúságban várakozik. Rólunk beszélnek minden nyelven. Sikong az éter, és csodál. Dávid harcol Góliát ellen. Népmilliók aggódva nézik, hányan indulnak halni még. S küldi a nép,
ifjú vitézit. Fiatalok, még alig éltek, s füttyöngő golyók hangja közt támadnak neki a pribéknek. Nem akartunk híresek lenni, ilyen áron meg semmiképp, hisz bánatunk már végtelennyi. De nekünk mindig az jutott, hogy a világ minket csodáljon, s fiaink kapják a golyót. Kint ágyúszol, gyors lövés pattan, a falról Petőfi figyel, ahogy járkálok egymagamban. Mások csodálják bátorságunk, mi meg naponta meghalunk, dzsidas golyó veri át hátunk. De megmutatjuk a világnak, hogy mikor mindenki lapul, s csak a rádiók kiabálnak. Mint akinek már mindenképp minden mindegy. Hát életet adunk szabadságért cserébe. És ha a sors minket így büntet, mert hogy tűrtünk 10 éven át, felmutatjuk véres fejünket, s tudjuk, hogy mindent megbocsát. Emeld fel a lyukas zászlót, emeld fel testvér az égig, ma 10 millió magyar szív, egyszerre dobban vagy vérzik, rossz érzés támad szívemben, hallom már jönnek a tankok, magunkra maradtunk árván, és egyedül vívtuk a harcot. Az október 23-ai megemlékezés a Városháza után az 56-os emléktábláknál és a református templomkertben folytatódott. A forradalmi bizotmány, Jákó János, valamint Feres László emléktáblájánál, illetve az 56-os emlékműnél a Szabadságfája emlékoszlopnál helyezték el koszorúikat a városvezetői, hivatalok, szervezetek, pártok, intézmények képviselői. Koszorúval emlékezett Cegléd város önkormányzata, a Ceglédi romák, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt Ceglédi Szervezete, Magyar Károly és Földi Áron önkormányzati képviselők, a Momentum Ceglédi Alapszervezete, a Ceglédi Tankerületi Központ és a Ceglédi Szakképzési Centrum, a Református Általános Iskola és Óvoda és a Ceglédi Református Egyházközség, a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a Kossuth Múzeum és a Turini Százas Küldöttség Múzeum Baráti Kör, a Ceglédi Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület, a Ceglédi Hagyományéltető Baráti Kör, a Ceglédi Lokálpatrióta Klub, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület és a Kárpát-medencei Vitézi Rend.